Ahogy azt a Fradi szurkolói ezen a nyáron már megszokhatták, a Ferencvárosi önkormányzat a Szudova elleni idegenbeli Európa Liga playoff találkozóra is közös meccsnézést szervezett a József Attila lakótelepen található Nyúldomb mellett felállított óriás kivetítő előtt. Az NSO TV is ott járt a rendezvényen, és a mérkőzés előtt természetesen csupa bizakodó, győzelmet váró arcot látott. Mit vársz a mai mérkőzéstől? Hát szoros eredményt és Fradi győzelmet természetesen és továbbjutást. Akkor idén összejön a nagy álom, a csoportkör végre? Nagyon bízunk benne, nagyon szeretnénk, és szerintem, ha most nem, akkor soha. Egy olyan játékstílust is, vagy játékszisztémát játszik a Fradi, ami ide kell. Tehát a Dolnál is, én nagyon szerettem a Dolt, de ott a látványos focit játszottunk, és ott öt összeestünk, kaptunk egy gólt. Itt van tartása a csapatnak, úgy érzem, és mentálisan is jók, és egymásért hajtanak, tehát küzdenek. Mit szóltál az, hogy Davide Lanzafá már visszaigazolt a Honvédba? Várható volt, mert a Rebróval nem jött ki, én úgy éreztem. Egyszerűen ebben a játék stílusban, amit játszik a Fradi, nem igazán félt bele, én szerintem a Lanza. Nagyon jó futballista, egy iszonyú, egy zsivány, egy raffinált, egy ízig-vérig focista, de ebben a játék stílusban, tehát ő nem igazán megy vissza, nem igazán. Tehát itt mindenki támad, mindenki védekezik ebbe a Fradiba. Nálad Dibusz vagy Gróf? Nehéz kérdés. Mind a kettőt nagyon jó kapusnak tartom. Most talán a Dibusz annyival talán a lábbal, én úgy érzem, a Dibusz most biztosabb most a lábbal. És ebben a Fradi új játék szisztémájában kell az, hogy lábbal, tehát a visszajátszák a labdákat, újra fölépítjük a támadást, kell a jó lábmunkai kapustól, és a Dibuszt úgy érzem most jobb. Az első félidőben nem született gól, amit azért csalódottan éltek meg a szurkolók. Hogy tetszett az első félidő? Hát nagyon lengyes meccs volt, nem erre számítottunk. Többet vártunk a Fradiról, nincsen támadás. Pöcköljük ide-oda a labdát, nem veszélyeztetünk, nincs kapura lövés szinten. A kapura megy oda, szinte hazaadás. Valakit be kellene hozni, Vargarolit, vagy valakit, mert így nem megy támadásra. Passzolgatunk középpályán, nem játszunk előre. Kicsit támadólag kellene fellépni. Rebrov ma egy éve a vezetőedzője a Fradinak. Neked eddig hogy tetszik az ő munkássága? Hát eddig tetszett nekem a Dinamo meccsig, a hazai pályázat, addig tetszett a játék. Ott egy kicsit megtörtünk, és azóta nem nagyon talál magára szerintem a csapat. A végére is maradt a 0-0, a helyszínen szakkommentátorként dolgozó BL csoportkörös korábbi ferencvárosi játékos, ifjabb Albert Flórián értékelte nekünk a mérkőzést. Nagyon szurkolok, tehát arra, hogy végre legyen megint egy nemzetközi siker a Fradi számára, de most egy picit csalódott vagyok. Az eredménye nagyon-nagyon elégedett vagyok, de a látottakkal azzal inkább azt mondom, hogy nagyon-nagyon kevés. Nekem nagyon-nagyon hiányzik a kreativitás, hiányzik az a fajta lendület, az a fajta gondolkodásmód, és az a fajta állandóság, amit most per pillanat a Fradi nem képvisel felnőtt szinten, tehát kellenének azok a magánjátékosok, akik meg tudják ezt az egészet törni, és tudnak egy új lendületet adni. Én úgy érzem, hogy most mi is egy kicsit katonacsapat vagyunk, fegyelmezettek vagyunk, nagyon jól csináljuk, amit csinálunk, csak az a plusz hiányzik, és az most nem jött ki. És erre a kreativitás egyébként megvannak szerinted a játékosok? Hát nem én dolgozom a csapattal, tehát van edző, én nem is látom, hogy milyen edzés folyik, meg hogy mi a követelmény, de most per pillanat szerintem ebben a csapatban nem nagyon volt kreatív játékos. A Szvarkával próbálják, de ő meg kevés támogatást kap a középpályáról. Egy Davide Lanzafáme lehetett volna? Egy Davide Lanzafáme persze, hogy lehetett volna, mert azért ő, amit itt a Mártaiak ellen villogott, tehát azért benne van az a fajta olasz temperamentum, meg az a vagányság, amit ő jellemez, azért is volt gólkirály az NB1-be, de hát az a baj, ő is egyedül kevés, tehát több kell, mert őnek is kell a támogatás. Ugye láttuk itt a szünetben is, meg a meccs előtt is a mögöttetek a felvételeket a BL csoportkörötökről. Mit érzel egyébként, mit gondolsz arra, hogy ez a mostani Fradi milyen messze van szerinted a csoportkörtől, vagy milyen messze van tőletek, attól a csapattól, amelyik utoljára BL-ben járt? Nem, sosem szabad összehasonlítani az akkori kort a mostanival, teljesen más a futball. Csak tehát az a csapat, az a régi csapat, abban nagyon-nagyon sok magyar és saját nevelésű játékos volt. Az a csapat összeérett, az a csapat össze volt rakva, azt a csapatot szerették a szurkolók, mi is imádtuk a szurkolóinkat, tehát mi tűzbe mentünk egymásért, és ezért volt ez a hihetetlen siker, amit akkor elértünk. De nem szabad összehasonlítani a mostanival.
is, és